Üdvözlök mindenkit! A mai videóban a szervezetnek fontos és létfontosságú tápanyagokról és vitaminokról fogok beszélni, de előtte tisztázunk pár tényt róla. Én egy rockkoncerten voltam ezelőtt, és úgy szétcsaptam magam, mint az állat, látszik a szememen is. Meg amúgy is kurvára süt a nap és bántja a fény. Hát remélem eljut ez a videó egy lányhoz, aki nagyon kedves és jó fej volt, azt hiszem kőszegi. Talán azt hiszem valami Vivian. Hát ha valaki ismeri, akkor üdvözlöm. És főleg, hogy az alkohol meg a sok folyadék kimossa belőled a vitaminokat. Úgyhogy most megmutatom nektek, hogy én miket szedek. Alapból az lenne a jó, ha minden egyes nap szedném ezeket. Kezdjük kapásból ezzel. Nehéz kimondani a nevét. Diosmin hesperidin. Na, hát ez az érfalakat erősíti, hogy mondjuk ne legyél kék-lila, ha megütnek, meg jó arra is, hogy ne vérezzél annyira nagyon, ha mondjuk elvágod magad. Aztán van még ezen kívül kálcium. Nem kell részletezni, ugye? Jót tesz a csontoknak. Én kicsit nehezen nyelem le az ilyen vitaminokat. Valakinek könnyebben megy, valakinek nehezebben. Ezt is biztos mindenki ismeri, C-vitamin, csak nem ez a rákcsálós gagyi kínai szar, hanem egész belenyelős, mert felnőtteknek biztos az való, meg hát ez azért több milligrammos is. Bár 1000 milligrammos és 1000 milligramm nem fog felszívódni egy elég könnyedén. Ez talán ki is választja a vesét, mert csak 500-at bír el a tested, de nem árt, a több nyugodtan lehet szedni, azt mondták az orvosok, úgyhogy 1000 mg C-vitamin. Mindenre jó. Az immunrendszeredet erősíti, hogy ne kapjál el betegségeket. Na, mi van még? Probium. Az emberi emésztésben, a bélrendszerben vannak baktériumok, amik jók. Ezek segítenek megemészteni a dolgokat. És szükség is van ezekre a baktériumokra. Na most az alkohol például, meg az egészségtelen táplálkozás pusztítja ezeket, és ezzel a probiummal lehet ezt visszapótolni. Például, ha sok fehérjét eszel, azt is ezek bontják le, és ha ezt nem szeded, meg kimosatod magadból, akkor nem fogsz úgy izmosodni, mert a fehérjét nem emészted meg például. D-vitamin. A napfény hatására termelődik. Most per pillanat süt a nap, de egyébként tél van. És általában, főleg a német hegységekben nem nagyon süt a nap. Úgyhogy pótoljuk. A D-vitamin mire is kell? Azt hiszem a májat erősíti, vagy nem tudom, de sokat beszélnek róla, hogy jó. És mondták, hogy lehet szedni nyugodtan. Hány milligrammos is? Várjál. Jó, 2000. Az igen. Jó, nagy dózis. De erre is azt mondták, hogy lehet szedni. A halba, azt hiszem a halakba van D-vitamin, meg a halmájba, meg nem tudom, szóval lényeg az, hogy nem sokat fogyaszt az ember D-vitaminból manapság. Ja, főleg, hogy a nyers halban van inkább, mert a vitaminokat a hő az tönkreteszi, ahogy mondjuk a gyümölcsöt is, ha megsütöd, a C-vitamin kimegy belőle. És a D-vitamin is a halból, ha megsütöd, én meg nyersen nem nagyon eszek halat. És akkor
ez meg csak az én specialitásom, ugye sajnálatos módon a magas vérnyomás, vagy egy vérnyomás csökkentő. Még ezt be kell vennem. Ez nem egészséges, ezt ne szedjétek, én se azért szedem, mert jót tesz, hanem mert különben magas vérnyomásban megdöglenék. Jó. És ezeken felül, mik vannak még itt? Véres csepp. Az öregeknek a nagy kedvence, de nem rossz a cucc. Fiataloknak is nyugodtan lehet szedni. Ez nem olyan bevevős gyógyszer, de hát a lényeg az, hogy olyan nyomelemeket pótol vissza, ami kurva kevés alapból is a testedbe, mondjuk szilícium, és szükség van mégis rá. Szintén az alkohol kimossa a testedből ezeket, ezen kívül hát az immunrendszerhez és az idegrendszerhez van közel, nem leszel annyira fáradék, hogy most ez nem olyan, hogy egyszer belecsöppented, azt másnap már jobban vagy, hanem mondjuk, ha hónapokig ezt szeded, akkor egy-két hónap múlva már energikusabb vagy. Hogy csöpög? Na. És ezt ugye a vízbe kellett bekeverni, és azt a vizet meg kell inni. Jó. Végül is, ha egy korsósört le tudtam dönteni egyből, akkor egy kis víz nem jelenthet akadályt, csak most nem olyan jó a gyomrom. Egyébként rohadjak meg, finom íze van. Most talán többet is tettem bele, mint a megengedett. Ne ijedj meg! Most napszemüvegben nem látom, de zöldes színe szokott lenni kicsit a víznek tőle. Nagyon halvány zöld. Az öregebbek talán nem is látják. Finom, ilyen, mint valami nagyon erős ásványvizet innál olyan az íze. Kicsit olyan fémes, nekem ízlik. Meg hát ugye van még több tablettám is, amik mondjuk a melatonint, azt elalváshoz szedem, az úgymond ilyen a recept nélkül kapható, de hát most éppen nem akarok aludni, aludtam eleget. Meg hát ja, a többi az nem olyan, hogy azt kéne szedni. Úgyhogy ennyi. Ezt javaslom mindenkinek, hogy ilyen életmódot folytasson mindén, és ne úgy, mint én, hogy csak egyszer egy videó kedvéért, hanem ezt minden nap le kell tolni, ezeket a tablettákat. Azért, ha ezt így összegyűjtöd a markodba, már van súlya, meg ki is tölti a tenyeredet. Úgyhogy. És még volt még más, amikor kórházba voltam, akkor még pluszba szedtem mindenféle mást. Na, úgyhogy szevasztok, a legközelebbi videó nem biztos, hogy ilyen egészséges lesz, de izgalmas lesz, az biztos.